azt mondja az Úr néked, keresd az arcomat, hadd pótoljam ki a hiányaidat. Kedves gyermekem vagy nékem, átölellek, és megvigasztallak, és kipótolom a hiányaidat, mert szeretlek örökön örökké való szeretettel. Kegyeltséget adtam neked, és elfogadottságot. Elhívtalak ebben a késői időben, ahol nagy a szorongattatás, de ahol a szorongattatás, ott a segítség. Elég néked az én kegyelmem, mely erőtlenség által végeztetik el. Útjaidat igazgatom, járásodat egyenesítem. Kérlek, légy engedelmes az én igémnek. Ne tekints hátra. Buzsgókodj nekem ezekben az időkben. Hagyd a vért és valós sérelmeket. Megbocsájtattak néked. Kérlek, te is bocsáss meg, és szeress. Tárd ki a szívedet, és rám tekints. Hagyd a földieket. Keress engem. Keresd az én országomat, az én igazságomat, és megtalálod mindazt. Ne a földieket, ne a láthatókat tekintsd. Ezek csak ideig valók. Rám tekints, engem keres. Engedd, hogy az én dicsőségemet kiárasszam rád. Tudom, fájdalmak értek. És azt kérdezte tőlem, Uram, te nem látod? Mi történik körülöttem? Tudd, hogy nem vagyok svak, sem süket, és nem olyan rövid az én kezem, hogy meg ne szabadíthatnálak téged, és hogy meg ne segítselek. A sátán kikért, de én imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A mai naptól szabadulást és áttörést adok neked. A terhes igától és hátad veszélyétől megszabadítlak. Az igák megtörtek az életed felett. Változást hozok az életedbe. Szellemi, fizikai síkon is érezhető és látható lesz. Egy hatékony ajtó nyílik meg, amelyet talán most nem látsz. Ezek lehetőségek lesznek az életedbe, és a változás örömébe visznek. Kedves vagy az én szemeimbe, és becses. Néhányan meggyógyultok, néhányan bővölködtök, néhányatoknál helyreáll a családi béke, és néhányatoknak a szívetek mély kívánsága fog teljesülni. Békességet adok, és változást. Ez az ajtó megnyílt a számodra. Lehet, hogy most még nem látod, mert a problémákra tekintesz. Vedd le a tekinteted a láthatókról. Tudd, én veled vagyok, még ha a halál árnyékának völgyébe jársz is. Én vigasztallak, mert én vagyok az út, az igazság, a világosság. Hát járj az én fényembe, és bízzál bennem. Az ajtó nyitva van a számodra. Bátorodj, lépj be! Kér bátran, mert aki kér, az kap, és cselekedj. Sokan megtaláljátok az elkövetkezendő időben a jó munkát, az új munkát, a helyreállítást. És sok jó készül neked. Békességet adok neked mindenfelől, ami bántott és zaklatott téged. Én vagyok El Shaddai. Van-e nékem valami lehetetlen? Hát lássátok az én szabadításomat és az én kegyelmemet. A családodat is én igazgatom, és gondot viselek. Gondom van rá, hogy el ne hajoljanak, és el ne essenek. Békességet adok neked, nem úgy adom, amint a világ adja. Ne fájjon a te szíved, se ne féljen. Békés idője, a békesség kincseibe. Ebbe a változásba néhányan már beléptetek, néhányan még nem látjátok a lehetőségeket.
De az Úr ma megnyissa a szívedet, hogy láss, és ne csak nézz. Megnyissa a füledet, hogy halljál. Hallani fogsz, és fogod látni az Úr dolgait. Az Úr megnyitja a szívedet. Látni fogsz a szíveddel, és érzékelni fogod az Úr jóságát az élők földjén, mert az ő kegyelme örökké való. Légy hajlandó és engedelmes, és járj az Úr útján. Így nem ütöd meg lábadat a kőbe, futsz és nem lankadsz. Az Úr bátorít, hogy járj az ő szeretetébe. Ne lankadj, ne fáradj, bocsáss meg, a régiek elmúltak. Járj ebbe a kegyelembe, amit az Úr készített neked. Az Úr a szívek vizsgálója, a veségfürkészője. Kidolgozta a megoldást a számodra és a győzelmet. Én egy győztes Úr vagyok. Győzelmet adok neked. Hát járj velem, hogy te is győztes légy. Én vagyok a világ világossága. Ne járj a sötétbe, gyere ki, ragyog. Ne rejtsd véka alá az én dicsőségemet, melyet adtam neked. A szeretet győzelme a te utad az elkövetkezendő időkben. Hát járj az én utamon, a világosságba és az én szeretetembe, amely örökké való. Mert örökön örökké való szeretettel szeretlek, és te is szeret.